26 napja egyetlen légszennyezettségi mérőállomás sem működik Budapesten. A levegő munkacsoport szerint a helyzet tarthatatlan. Lukács Andrást kérdezzük, de előtte mutatunk egy rövid összefoglalót. Egyetlen mérőállomásról sem érkeznek légszennyezettségi adatok a fővárosban. A levegő munkacsoport mindezt elfogadhatatlannak tartja. Noha Budapesten 12 automata mérőállomás található, egyikből sem juthatnak semmiféle értesítéshez a fővárosi levegő minőségéről a civil szervezetek, de a hivatalos szervek sem. Mindeközben az Országos Meteorológiai Szolgálat arról tájékoztatta a környezetvédő szervezetet, hogy a Pest megyei kormányhivatal környezetvédelmi mérőközpontjánál történt a meghibásodás. Magyarországon évente több mint 14 ezer ember veszti idő előtt életét a légszennyezettség miatt, jelentette ki Lukács András. A levegő munkacsoport azonnali intézkedést és tájékoztatást vár az illetéges hatóságtól. És valószínűleg ugyanezt várja itt tőlünk és a stúdióban. Jó reggelt kívánunk ennek. Jó reggelt kívánok. Van sejtése, hogy mi miatt nem működik egyetlen egy mérőállomás sem Budapesten? Hát a legutóbbi tájékoztatás szerint a mérőállomások mérik, tehát az adatok megvannak, csak valami miatt a központban van valamilyen probléma, ami miatt nem tudják továbbítani. Nem tehát... bocsátják ezt közérdekű rendelkezésen? Vagy ez hogy van? Tehát, hogy nem tudhatja meg a közvélemény, hogy miről van szó? Hát nagyon fura, hogy nekünk kellett 25 nap után felhívni az illetékesek figyelmét arra, hogy itt valami tájékoztatást adjanak, de végül az, akit üzemelteti az Országos Meteorológiai Szolgálat, aki üzemelteti ezeket a mérőállomásokat, csak annyit válaszolt, hogy a kormányhivatalnál van valami probléma, mint a korábbi környezetvédelmi felügyelőségeknél, és ott érdeklődjünk. Hát mi úgy gondoltuk, hogy nem várunk most még 30 napot, ami alatt általában vagy válaszolnak, vagy nem, hanem a sajtónyilvánossághoz fordulunk, mert hát ha így sikerül kiderülni, hogy mi a helyzet. Elnök úr, önök egyébként naponta nézték ezeket az adatokat, hogy vették észre egyszer csak valamelyik munkatársok, aki ezzel van megbízva, gyakran szoktuk nézni, most az volt a probléma, hogy az a munkatársunk, aki ezzel foglalkozik, épp szabadságon volt több hétig, és amikor visszajött, akkor megdöbbenve látta, hogy nem. A legfontosabb kérdés talán az, hogy az az ember, aki például smogriadót rendelhet el, vagy intézkedésre jogosult, ő látja ezeket az adatokat, vagy ő sem látja? Tehát magyarul a mérők mérnek az adatok valahol valakinél, aki kompetens megvannak, vagy azok sincsenek meg? Nyilvánvalóan ő se látja, most hogy a szakemberek, akik oda mehetnek a műszerekhez, hogy valamilyen módon látják ezek az adatokat, azok tájékoztathatják az önkormányzatot, de hogy mit tájékoztatták vagy nem, azt nem tudom, viszont ebben az időszakban nem szokott tehát smog, vagy legalábbis olyan mértékű légszennyezettség előfordulni, amikor intézkedést kell hozni. Most különösen ugye szeles, esős idő volt, tehát nyilvánvalóan hát akkor nem. Baj valószínűleg nincsen. Hát úgy fogalmaznék, hogy nincs nagyobb baj, mint általában, mert azért a szennyezettség az elég magas Budapesten rendszeresen, tehát sokszor meghaladja az egészségügyi határértéket, ami még nem a riasztási, tehát nem a smogriadó. Itt van ez a bizonyos közlemény, amit a bejátszó is idézett, és én is idézek az önök közleményéből. Nekem ez egy egészen döbbenetes adat. Magyarországon évente több mint 14 ezer ember veszti idő előtt életét a légszennyezettség miatt. El tudja azt nekem egy Magyarország térképen nagyjából mondani, hogy melyek a legveszélyeztetettebb régiók? Valószínűleg az Észak-Magyarországi az egyik, igen, tehát az egyik, ahol különösen ott a téli fűtésben mindennel fűtenek, ugye a műanyag, használt gumi, bálásba, mindent bedobnak a kályhába, és ebből aztán halálos mérgek kerülnek a levegőbe, de egyébként nem csak ott, hanem szerte az országban probléma. Most a taxissal, akivel jöttem, mondta, hogy ő Törökbálonton lakik, és a szomszédai kábelt égetnek, meg műanyagot, bakelitet tesznek a kályhába. Nem lehet ezt ellenőrizni? Nem lehet ezt szankcionálni? De, hát erre jogszabály van, hogy ezt ellenőrizni és szankcionálni lehet, sőt, hát volt több esetünk is, amikor igen komoly büntetést róttak ki, több 100 000 forintot arra, aki ilyet tett, de hát sajnos a hatóságok nincsenek a helyzet magasra. Nem annyira a jogszabályokkal van probléma, hanem itt is a végrehajtással. Nagyon jellemző, vagy inkább azt mondom, hogy ilyen szimbolikus dolog, és még véletlenül sem sajnálom, hogy így történt, hogy ön
elkésett, és nem a saját hibájából késett el, hanem ha jól tudom, akkor dugóban ült. Igen. A dugó például, amikor a taxiban ül a dugóban. A dugóban a keletkező smog például egy belvárosban mennyire jellemző? Mert most meséltünk itt az égetésről, meg a gumiról, meg a műanyagról, de például az, hogy ennyit használunk autót. Nagyon jó a kérdés, mert a dugóban többszörösére növekszik a levegő szennyezése, tehát egész más a szennyezőanyag kibocsátás mértéke, amikor egy autó egyenletesen mondjuk 50 km-es sebességgel halad, mint hogyha araszol, állandóan fékez, gyorsít, tehát sokkal nagyobb, és épp ezért mindent meg kell tenni arra, annak érdekében, hogy elkerüljük a dugókat. Ennek egy jó megoldása lehet a dugódíj, illetve városi útdíj, amit be is kellene vezetni a fővárosnak, különben akár több 10 milliárd forintos büntetésre is számíthat az ország, ugyanis ez benne volt a 4-es metróval kapcsolatos uniós szerződésben. Mennyit veszel ez az életünkből? A levegő, években mérjük. Igen, tehát ugye említettem, hogy illetve az ön mondta, hogy évente 14, tehát idézett engem, bocsánat. Igen, ezt hogy, ön mondta, én csak igen, idéztem. Igen, bocsánat, igen. Most azt idézte ön, hogy én idéztem önt, ez így rendben van. Igen. Hát a fontos szám 14 ezer ember veszti idővel. Ez az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adata, és azt is közölték, hogy ez a 14 ezer ember átlagosan körülbelül 11 évet veszít. 11 évet veszít az életéből, ez egy átlag, hogy mondjuk egy csecsemő, mert ugye a hirtelen csecsemő halálnak is az egyik oka, a szennyezett levegő, a csecsemő hal meg emiatt, akkor ugye az mondjuk 76 évet veszít az életéből, de van, aki csak egy évet. Úgyhogy a civilizációs betegségekhez, az allergiához, ahhoz, hogy egy csomó gyerek küzd olyan problémákkal, amivel lehet, hogy mi gyerekkorunkban nem küzdöttünk, hozzájárul az, hogy a levegő szennyezettsége ilyen mértékben növekedett? Igen, nagyon komoly mértékben hozzájárul. Ugye említettem ezt a 14 ezer halálesetet évente, ennek akár ezerszer is lehet a megbetegedések száma évente, tehát milliós nagyságrendű, ez a legkülönbözőbb megbetegedések, többek között az allergia, lehet egy egyszerű torokfájás, de akár egy tüdőrák is következhet. Elnök úr, beszélgetésünk véget ért, egy nagyon rövid válaszra van idő. Akkor, amikor mondjuk viszérről beszélgettünk, akkor a doktor úr az előbb elmondta, hogy mit lehet tenni, akkor, ha valaki túlsúlyos, akkor is tudjuk, hogy mit. De akkor, ha valaki egy szennyezett régióban él, ha dugó kellős közepén él, mert minden reggel ott 8 sáv megy előtte el, hogyha valaki olyan fűtési technikát használ, mégis mit lehet tenni? Költözön el, menjen máshova, gyakrabban sétáljon az erdőben? Hát az is nagyon sokat segít, hogyha gyakrabban van tiszta levegő helyen, de hát próbálja meg elkerülni a dugókat, ha ilyen illegális fűtést tapasztal, akkor jelentse a hatóságnak, sokféle mód van arra, hogy legalábbis csökkentse a kockázatokat. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt, és abban a pillanatban, ahogy újra működnek a mérőórák, be is számolunk róla. Elnök úr, köszönjük, hogy itt járt. Köszönöm szépen.